Bemutatták Balassa Viktória első verseskötetét pénteken a Városi Könyvtárban. Az alkotót a Takács László Irodalmi Kör karolta fel. A tegnapi rendezvényen a költővel és munkásságával is megismerkedhettek az irodalombarátok. Az est moderátora és Balassa Viktória beszélgető partnere Kardos Ferenc volt. A könyvtár igazgatóhelyettese elárulta, egy véletlennek és egy taktársuknak köszönhetően kerültek kapcsolatba Viktóriával. Amatőrként, de mégis érett költőként áll elénk. Nyilván van még hova fejlődnie, de ahhoz képest, hogy semennyire nem tudott foglalkozni, azon kívül, hogy olvasott verseket és figyelt az irodalomra, de nem tanulta iskolába, nem olyan szakmája van, amiből ezt tanulja, és ezt ugye most el lehetne mondani, ez fontos elmondani, hogy fontos az, hogy olyanok is írnak verset, akik nem az irodalomban élnek, és abból jönnek. Balassa Viktória gyerekkori álma vált most valóra. Mint azt elmondta, annak idején, amikor pajtásai naplóba írták le érzéseiket, gondolataikat, ő már akkor versekben gondolkodott. Megmondom őszintén, nehéz elhinni, de mégis itt vagyunk, és azt gondolom, hogy csak hálás lehetek. Nem tartom magam írónak is, költőnek. Egész egyszerűen tényleg csak azt mondanám is újra, csak ismételni tudnám magam, hogy írok, mert érzek rá késztetést, és az teljesen mindegy, hogy ez mivel kapcsolatos, lehet az egy tárgy, egy érzés, egy tapasztalat, egy zene hatására, bármi, ami így megindít. Balassa Viktória első verses kötete elérhető a Halis István Városi Könyvtárban.